Isten igével hagyj köszöntsem a gyülekezetet János evangéliumának 6. részében, a 67. 68. versben olvassuk. Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekként a 164. dicséretünk első versét énekeljük, a 164. dicséretünk első versét, kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. És a 487. dicséretünk első 4 versének éneklésével folytassuk tovább Isten tiszteletünket. Az első vers éneklése után kérjük a gyerekek, mehenjenek át a gyermek Isten tiszteleti termekbe. A 487. dicséretünk első 4 versét énekeljük, magasztallak én téged, Isten egeknek királyát.
Szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Kedves gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, úgy, amint az írva található Mózes első könyvének 4. részében, a 9. verstől a 16. versig terjedő ige szakaszban. Amíg Istennek igéjét olvasom, a gyülekezet foglalja el a helyét. Mózes első könyvének 4. részéből, a 9. verstől a 16. versig így szól Istennek igéje hozzánk. És ezt kérdezte az Úr Kaintól, hol van Ábel, a te atyád fia? Ő pedig ezt kérdezte vissza, nem tudom, avagy őrizője vagyok-e én az én atyám fiának? Mondta neki az Úr, mit cselekedtél? A te atyád fiának vére kiállt én hozzám a földről. Mostan azért átkozott légy a földön, amely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyád fiának vérét a te kezedből. Mikor a földet műveled, ne adja az többé neked az ő termőerejét, bujdosó és vándorló légy a földön. Akkor ezt mondta Kain az Úrnak, nagyobb az én büntetésem, hogy sem elhordozhatnám. Íme elűzöl engem ma e földnek színéről, és a te színed elől el kell rejtőznöm. Bujdosó és vándorló leszek a földön, és akkor akárki talál rám, megöl engemet. És mondta neki az Úr, sőt inkább, aki megöli Kaint, hétszerte megbüntettetik. És megbélyegezte az Úr Kaint, hogy senki meg ne ölje, aki rátalál. És elment Kain az Úr színe elől, letelepedett Nót földjén, Édentől keletre. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy ne csupán csak meghalljuk, hanem meg is értsük, és szívünkbe fogadjuk azt. Gyertek, ezért imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük a te igédet, köszönjük, hogy biztatást, bátorítást és útmutatást adsz nekünk mindig abból. És te látod, mennyei édesatyánk, hogy a testvérek közül most ki, hogy jött ide hozzád, a te házadba. Vannak testvéreink, akik a fájdalmukat, szomorúságukat, gyászukat hozták, mások a hálaadásaikat, az örömeiket, talán vannak, akik a kételjeiket, a kérdéseiket. Valóban, ha tudjuk mi is kimondani Péterrel együtt, hogy valóban tudjuk, hogy egyedül csak hozzád mehetünk, hiszen örök életnek beszéde van te nálad. Te látod, hogy olyan sokszor nehéz az élet, olyan sokszor érezzük mindannyian, hogy elfogy az erőnk, a türelmünk, bizony nagyon sokszor még a hitünk is. De köszönjük, hogy te mindezek ellenére szeretsz bennünket. És olyan jó tudni azt, Urunk, hogy amikor hozzád megyünk, akkor nem vedsz el bennünket magadtól, hanem átölelsz, és azt szeretnéd, hogy közelségben legyünk veled egész szorosan. Tudjuk, Urunk, hogy megfáradunk, hogy megterheltetünk. Tudjuk, Urunk, hogy sokszor összetöretünk, nem csak testileg, hanem lelkileg is. Mégis, köszönjük, hogy akik benned bíznak, azoknak erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük. Hát szeretnénk kérni tőled, drága mennyi édesatyánk, hogy ezen az Isten tiszteleten is hagy érezzük meg, hogy hordozol bennünket, hogy védelmet és oltalmat találunk a te szárnyaid alatt, Urunk, hogy menedékünk, pajzsunk, erős várunk vagy te nekünk. Kérünk, hogy hagyd tudjunk ezen az Isten tiszteleten is, mint talán annyiszor már találkozni te veled a te drága lelked jelenlétében. Amen. Ige hirdetésére és hallgatására készülve a 487. dicséretünk 6. versét énekeljük. A 487. dicséretünk 6. versét, Szent igédet vallanom. Thank you.
Kedves gyülekezet, Istennek igéjét Mózes első könyvének 4. részéből, a 10. versből olvasom. Mondta pedig az Úr, mit cselekedtél? A te atyád fiának vére kiállt én hozzám a földről. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves gyülekezet, az év utolsó vasárnapjának délelőttjén vagyunk így együtt. Holnap délelőtt, amikor ismét Isten igéjét hirdettetik, már a 2018. esztendőt fogjuk írni. Új év szilveszter napja van, és egy kicsit kevesebben is vagyunk most együtt a gyülekezet közösségében. Vannak, akik talán elutaztak, pihennek, mások talán készülnek az esti mulatozásra. Ilyenkor sokan a fiatalok közül szórakozni mennek, és nagyon sokan otthon töltik a szilvesztert családjai körében, barátaikkal, mások talán egyedül, magányosan. És ilyenkor az ember akarva, akaratlanul is visszanéz, hogy mik történtek vele az elmúlt évben, és hálaadással, reménységgel tekint a jövő felé. És én most nem szeretnék a testvéreknek ezen az Isten tiszteleten erről beszélni, hiszen az esti óévi Isten tiszteletünkön egészen biztos vagyok arról, hogy szó lesz majd mindezekről a dolgokról. És most, ha szétnézek akár tőlem balra vagy jobbra, te gyülekezet közösségében, akkor látok gyászoló arcokat, akik a fájdalmukat, a szomorúságukat és az elkeseredésüket hozták, mert talán még múlt héten vagy előző napokban együtt lehettek azokkal, akiket szerettek, és akik őket is szerették, és hirtelen egyik pillanatról a másikra rá kellett döbbenni arra, hogy bizony a halál kikerülhetetlen valóság mindannyiunk életében. És én a testvéreknek ezen a mai vasárnapon egy végtelenül szomorú történetet szeretnék hozni, és hoztam is. Mai igénk, bibliaolvasó kalauzunk ezt a vasárnapi igét jelölte ki mai vasárnapunkra, Káin és Ábel történetét. És talán azok az emberek is, akik nem igazán ismerik a Bibliát, a Szentírást, valami kis halvány fogalmuk lehet arról, hogy igen, mintha Káin és Ábel lenne az, akik közül az egyik megölte a testvérét. És nem csak, hogy igen, hogy valóban, talán, hanem tudjuk, hogy az első gyilkosság éppen egy testvérpár kezéhez tapad. A nagyobbik, az idősebbik megölte a kisebbet és a fiatalabbat. Ádámnak és Évának voltak ők a gyermekei. Egy olyan szülők gyermekei lehettek, akik a bűneset előtt teljes békességben, nyugalomban, örömben és felszabadulásban élhettek az édenkertben, hiszen csak az volt a feladatuk, hogy őrizzék a kertet, adjon Ádám nevet az állatoknak, és aztán amikor Évát is megteremtette az Úr, akkor ez a két ember, Ádám és Éva tökéletes boldogságban és harmóniában élt együtt. Olyan emberek voltak, akiknek nem voltak szüleik, sem Ádámnak, sem Évának. Hiszen Isten maga volt mindkét embernek a teremtője. Tudjuk, hogy Ádámot a föld porából, Évát pedig Ádám oldalbordájából teremtette az élő Úr. És ennek a két embernek senki nem adott tanácsot azzal kapcsolatban, ahogy mi szülőként, nagyszülőként tanácsot adunk, vagy adtunk gyermekeinknek, hogy hogyan neveljék az utódokat, hogyan gondozzák, hogyan tanítsák őket a mindennapi feladatokra. Ádámnak és Évának nem adatott meg, hogy szüleik lehessenek, így ők sem tudtak nagyon sok mindent elmondani a gyermekeiknek arról, hogy hogyan is kellene tulajdonképpen nevelni egy gyermeket. És valljuk be őszintén, gyakorló édesanyaként, nagymamaként, édesapaként, nagypapaként, bizony nagyon sokszor az ember elrontja ezt a dolgot, annak ellenére is, hogy tele vagyunk tanácsokkal, hogy most már nem csak a környezetünkben élőktől hallhatunk és kapunk tanácsokat, hanem számos jó gyermeknevelési könyv és módszer is létezik, hogy hogyan neveljük gyermekeinket. És mégis olyan megdöbbentő és szomorú, hogy ennek a házaspárnak a gyermeke, az első gyermeke képes kezet emelni és megölni a fiatalabbat, Ábelt.
Annak ellenére, hogy nem kaptak tanácsokat, annak ellenére, hogy nem jártak talán szemináriumokra, előadásokra, mégis onnan tudhatjuk, hogy az édenkerti bűneset után beleivódott az ember szívébe, lelkébe, az egész lényébe, gondolataiba a bűn. És hiába volt Ádám és Éva bűntelen a bűneset előtt, bizony nekik már olyan gyermekeik születtek, akiknek ott volt szívében, lelkében, ízig-vérig a bűn. Káin, ő volt az idősebbik, azt jelenti az ő neve, hogy megnyertem férfit az Úrtól. Az Ábel név egy sokkal szebb, azt jelenti, hogy lehelet, elmúlás. Nem tudjuk, hogy hány éves volt Ábel, amikor Káin a testvére meggyilkolta, de milyen szép, hogy szülei is ezt a nevet adták neki, annak ellenére, hogy születése pillanatában még nem tudták, hogy mennyi évet él majd gyermekük Ábel. És abban is biztosak lehetünk, hogy Ádám és Éva nagy-nagy örömmel várta mind a két gyermeknek az érkezését. És azt is tudhatjuk, hiszen Isten szó szerint magának, Évának mondta el, valamelyik nap olvastuk, bibliolvasó kalauzunk szerint, az asszonynak pedig ezt mondta, felette igen megsokasítom viselőséget, fájdalmát, fájdalommal szülsz magzatokat. És a vajódás pillanataiban, perceiben Éva egészen biztosan átérezte és visszaemlékezett arra, amit az Isten mondott neki. És sok-sok évszázaddal, évezreddel később János evangéliumában, János tollából írva találhatjuk, maga az Úr Jézus mondja el, az asszony, amikor szomorúságban van, azért, mert eljött az ő órája, amikor szül, mikor megszüli az ő gyermekét, nem emlékezik többé a kínra, az öröm miatt, hogy ember született e világra. És ezt élhette át Éva, és ezt élte át, és éli át azóta is minden édesanyja, aki természetes úton, módon szüli meg a gyermekét, hogy fáj, rettenetesen fáj, de amikor egy új élet születik erre a világra, akkor egészen biztosan a testvérek, a nőtestvérek is így voltak, és én is így voltam ezzel. Isten elfeledteti velünk a fájdalmat, mert azt érezzük, hogy micsoda nagy ajándék és öröm, amit Jézus is mond, hogy gyermek született erre a világra. És ennek a két embernek, tehát senki nem mondta el Ádámnak és Évának, hogy hogyan kell egy gyermeket helyesen nevelni, nem mondta el egy édesanya Évának, hogy hogyan szoptassa a gyermekét, hogy hogyan fogja, amikor fürdetni kell, hogy mit csináljon, amikor kibújnak az első fogacskái, hogy hogyan próbálják kezelni a hisztiket, a dükkitöréseket. Nagyon sok mindent nem tudott Ádám és Éva. És a Szentírás azt sem írja le, testvérek, hogy kinek ki volt a kedvence, valahol nem tartja Isten igéje számunkra ezt fontosnak. A Bibliában tudunk több olyan történetet, amikor le van írva, hogy egyik szülőnek, például Izsáknak Ézsau volt a kedvence, Rebekának pedig Jákób. Itt nem írja a Biblia, nem tartja fontosnak. És arról sem ír, hogy ez a két fiú vajon sokat veszekedette egymással, vagy egymásnak jó pajtásai lehettek, játszottak-e egymással gyermekkorukban, voltak-e közös csínytevéseik, hogy melyik miben volt ügyesebb, erősebb, de azt leírja a Biblia, hogy amikor Káin felnőtt, akkor földművelő lett, Ábel pedig juhpásztor. És mégis olyan fájdalmas üzenet ez igénynek, testvérek, hogy ennek a két embernek, Ádámnak és Évának a gyermekei nem csak hogy Istentől szakadtak el, ahogyan édesanyjuk és édesapjuk is, hanem bizony elszakadtak egymástól is. És nagyon sokszor talán te is érzed így a családtagjaiddal kapcsolatban, talán a saját testvéreddel kapcsolatban is. Egy édesanyától származtok, és mégis, mintha év milliókra élnétek egymástól. Mégis nagyon sokszor talán te is azt érzed, hogy elszakadsz a testvérettől. Nem csak gondolatban, hanem lélekben is. Nem csak távolságban, hanem bizony a hittel való dolgokban is.
Mert talán emlékszel arra, hogy gyermekkorodban milyen jó volt még együtt lenni vele, hogy mennyire szerettétek egymást, hogy bizony nagyon sokszor összesúgtatok a szülőkkel szemben, és amikor felnőttél, és tovább sodort az élet a testvérettől, akkor azt érezted, és azt érzed, hogy egyre mélyül a szakadék közötted és a másik között. És amikor talán próbálnál neki beszélni arról, hogy Isten megváltoztatta az életedet, hogy számodra fontos az Úrral való naponkénti kapcsolat, hogy gyülekezetbe járj, akkor azt érzed, hogy talán kinevet vagy kigúnyol a másik. Talán nem tudsz a testvéreddel olyan őszintén beszélgetni, mint gyermekkorodban. Talán azt érzed, hogy nem is nagyon érdekli őt az, hogy mi van veled. Én biztos vagyok benne, hogy minden családban tapasztaltunk és tapasztalunk ilyeneket. És már az a legrosszabb, testvérek, amikor nem is remeg bele ebbe a szívünk. Amikor nem is érezzük azt, hogy hát ezen jó volna azért változtatni. Ne így éljük már le az életünket. Legyünk már egymáshoz valóban jó testvérek. Én nem tudom, hogy Káin életében mi volt az a pillanat, amikor beleköltözött az ő lelkébe az irigység, amikor azt látta, hogy Isten Káin áldozatára nem tekint úgy, persze az Ábel áldozatára úgy tekint, azt elfogadja, azt komolyan veszi, és ennek az embernek a szívében, a lelkében megfogalmazódott az, hogy akkor szabaduljak meg a testvéremtől. Akkor úgy lehet ezen a legkönnyebben segíteni, hogyha megölöm. És azt olvastuk tegnap az igében, hogy kicsalta Káin Ábelt a mezőre, és ott meggyilkolta. És ennek az embernek az volt a legszörnyűbb az egész életében, testvérek, amikor irigykedni kezdett a testvérére. És tudom, hogy mindig a szomszéd kertje zöldebb, de most álljunk meg egy kicsit a mi életünknél, az én életemnél és a te életednél. Vajon nincs-e ott a szívemben, a szívedben és a szívünkben ez az érzés, az irigység érzése? Nem csak a kicsin gyerekeknél van ez, hanem bizony a felnőtteknél is. Egy kicsin gyermeknél észre lehet venni, hogy nem akarja odaadni a játékát, mert éppen karácsonyra kapta, vagy születésnapjára, és nem szeretné, hogy a másik gyermek még akkor sem adja neki oda, hogyha a legjobb barátja elrontaná az ő féltve őrzött játékát. És amikor az ember nagyobb lesz és felnő, akkor bizony saját bőrünkön is észrevesszük és tapasztaljuk, hogy az irigység nagyon sokszor beférkőzik és befurakodik, nem csak a szívünkbe, hanem a lelkünkbe és az egész életünkbe. És ez azért van, testvérek, mert nem tudok örülni a másik örömének. Mert nem tudom átérezni és átélni teljes szívvel, hogy mit érezhet ő. Talán sokszor tapasztaltuk már mi is azt, hogy amikor valaki elmesélte nekünk, vagy talán mi mondtuk el, hogy milyen örömeink voltak, miket éltünk meg, akkor éreztük a másik szemében, hogy hát nem tud velünk egészen úgy örülni. Talán egy halvány mosolyt az arcára erőltet, de nem tud úgy örülni, ahogy mi szeretnénk. És a farak és a szakadékok emelkedtek közöttünk. Ismerős ez a közmondás, hogy megeszi a sárga irigység. És bizony, mennyire jellemző ez ránk. Nem tudunk örülni, sokszor még a családtagjaink örömének sem. Sokszor még annak sem, hogy a másik boldog, szép házasságban él. Annak sem tudunk örülni, hogy előre jut a munkájával. Sokszor még a családban annak sem tudunk örülni, hogyha két fiatal egymásra talál, és tervezgetik a jövőt és az esküvőt. Hogy lehet, hogy fiatalon férhez menni, megnősülni, ráadásul nem is ők a legidősebb unokák a családban? És bizony, tele vagyunk irigységgel. És az irigység megakadályoz bennünket, testvérek, abban, hogy szeretni tudjuk a másikat, és teljes bizalommal és odaadással legyünk az Isten felé. Az irigység magányosságba taszítja az embert, mert akkor nagyon sokszor csak önmagam körül forgok, és azt várom, hogy engem sajnáljanak, és nem tudok örülni a másik örömének, és már nagyon sokszor azt érzem, hogy kár öröm van bennem, amikor valakiről valami rossz hírt hallok.
Káin élete is ilyen élet volt. Irigykedett Ábelre a testvérére, és aztán ez az irigység haraggá formálódott a szívében, és a harag arra indította az első emberpár legelső gyermekét, hogy kicsalja a mezőre az öcsét, és kezet emeljen rá, és meggyilkolja őt. És nagyon sokszor mi is így érezzük és gondoljuk, milyen jó lenne, hogyha másik nem lenne útba, hogyha félre lehetne őt tenni. Boldogabb lehetnék, ha ő nem lenne, ha nem lenne az életem része, könnyebb lenne, ha nem lenne testvérem, könnyebb lenne az élet, hogyha nem szólna állandóan bele a dolgaimba, és irigy vagyok, szeretetlen, önző. És Isten megkérdezi Ábelt, Káintól, hol van Ábel a te atyád fia? És másodszor azt kérdezi, és azt mondja neki, hogy a te atyád fiának a vére hozzám kiállt a földről. Azt mondja Isten, hogy hol van a te atyád fia? Mi egy mennyei atya gyermekei vagyunk, és ezt kérdezheti tőled és tőlem is Isten. Hol van a te atyád fia? Hol van a te testvéred? Hol van a férjed, a feleséged, a gyermeked, a szomszédod? Nem lehet, hogy az én viselkedésem miatt került távol Istentől. Nem lehet, hogy az én nem hiteles életemen keresztül azt mondja, hogy nem kérek Istenből, nem kérek az egyházból, nem kérek abból, hogy gyülekezetbe járjak. Boldog lehetsz, hogyha el tudod mondani, hogy nekem egy olyan édesapám volt, és egy olyan édesanyám, akik engem így neveltek. És ha lehet, hogy nem is beszéltek nekem otthon ezekről a dolgokról, de mindig imádkoztak értem. Vagy lehet, hogy volt egy idős édesapád, aki talán idős korában fordult oda az élő Isten felé, és fontos volt számára a gyülekezet közössége, hogy megfogja édesanyád kezét, és vasárnaponként elmehessenek az úrházába, és te láttad a szívében, lelkében a változást. Soha nem beszélt róla, de érezted, hogy valami megváltozott édesapád vagy édesanyád körül. Mert fontos lett számára az Istennel való közösség. És amikor tehette, akkor mindig jött az Isten házába, és soha nem mulasztotta el az igeolvasást, az Úrral való beszélgetést, az Isten tisztelet közösségét. Hol van Ábel, a te atyád fia? És Isten megkérdezheti ezen az Isten tiszteleten tőled és tőlem is. Hol van a testvéred? Hol van az, aki a legközelebb áll hozzád? Hol van az, akit te a legjobban szeretsz? Hol van most ő? Irigy vagy rá? Megöltél valamit belőle? Valamit a te szeretetedből, vagy az ő szeretetéből? Nem tartottál valamit fontosnak? Harag van a szívedben felé, neheztelés és gyűlölet? Valaki egyszer azt mondta, és olyan szívbe markoló volt olvasni, amikor megölünk valakiben valamit, akkor önmagunkban is megölünk valamit. Mert akkor már nem tudod úgy szeretni, akkor már nem tudsz úgy rámosolyogni, akkor már nem tudod úgy átölelni, nem tudod úgy hallgatni, amikor mesél neked, hogy mi történt vele, mert ott van valami a szívedben, ami egyre nagyobb és egyre távolabb sodor téged a másiktól. Hol van a te atyád fia? Atyád fiának vére hozzám kiállt a földről. Mit tettél? Ezt kérdezi az Úr Káintól. És Káin lelepleződik, nem menekülhet el Isten elől, pedig el szeretne bújni, azt szeretné, hogy ne tudja meg az Úr, hogy mit tett, de Isten elől egyiken sem bújhatunk, és nem menekülhetünk el. Mit tettél? És hadd kérdezzen ez az Isten tiszteleten tőled is és tőlem is. Mit tettél a testvéreddel, amikor megbántottad, amikor nem tudtál úgy örülni neki, amikor elmentél mellette, amikor nem voltál vele őszinte, amikor képmutató voltál, és azt mondtad, hogy szereted, és fontos számodra, de legszívesebben megölted volna őt. Mit tettél, és mit teszünk? Amikor az Úr Jézus a kereszten szenvedett, akkor azt imádkozta, Atyám, Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És nagyon sokszor ez az imádság igaz ránk is. Jézus imádkozott és imádkozik értünk is.
Uram, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mert amikor szeretetlen vagyok, önző vagyok, irigy vagyok, akkor nem tudok Isten gyermeke és Isten eszköze lenni. És azt mondja az Úr Káinnak, mostan azért átkozott légy a földön, amely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyád fiának vérét a te kezedből. Mikor a földet műveled, ne adja többé neked az ő termő erejét, bujdosó és vándorló legyél a földön. Rettenetes ítélet ez, bujdosó és vándorló legyél ezzel a földön. Káinra ez az ítélet várt. És hogyha azt szeretnénk, hogy Isten ne tartson ilyen ítéletet a mi életünk fölött, akkor nekünk valóban Krisztus legyen ebben is az első, aki a kereszten is ellenségeiért értünk imádkozott, aki arra tanít bennünket János evangéliumában, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, amiképpen én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Isten elűzi Kaint Nót földjére. A Nót földje azt jelenti héberről magyarra fordítva, hogy bujdosás földje. És Isten ezen a helyen Édentől távol sem hagyja magára Kaint, mert Isten soha nem hagyja magára a bűnös embert. Isten ad mellé társat, feleséget és gyermeket. És nem tudom, hogy Káin életében hányszor történhetett az a pillanat meg, amikor éjszaka fölébredt az álmából, és talán az gyötörte, hogy mit tettem az én testvéremmel, Ábellal, hogy hányszor gondolt erre a rettenetes dologra vissza, vagy mondta el gyermekének, unokáinak. Azt tudom, hogy Isten nekünk is mondja, hogy ne legyünk gyűlölködők a másik ember felé, és bocsássunk meg egymásnak, ahogy az Isten is megbocsát nekünk. Mert a te atyád fiának vére hozzám kiált. És bizony, Isten nagyon sokszor mondhatná neked is, és nekem is, amikor megbántottad a másikat, amikor gyűlölködő és szeretetlen voltál, a te atyád fiának vére hozzám kiált. Volt valaki több ezer évvel Káin és Ábel születése után, akinek a vére szintén az égre kiáltott. Jézus Krisztusnak a vére volt az. Mégpedig kegyelemért kiált az égre. Azért, hogyha mi letesszük a Golgotai kereszt elé a bűneinket, újból és újból bocsánatot kérünk Istentől elrontott dolgainkra, akkor Isten felszabadultan, örömteli arccal sugárzóan tudja nekünk mondani, megbocsátattak neked a te bűneid. Jézus vére kegyelemért kiáltott az égre, és azóta is minden megtérő bűnös ember ezt tapasztalja meg, hogy az én elrontott életemért valaki fizetett súlyos árat. Megkorbácsolták, leköpték, keresztre feszítették, tövis koronát raktak a fejére, átszögezték kezeik, lábait, amikor meghalt, dárdával átdöfték az oldalát, az ő vére értem folyt ki. Kegyelemért kiált Jézus vére az atyához. És ebben a kegyelemben megfürödhetünk, ebben a kegyelemben megújulhatunk, ebben a kegyelemben elmúlhat a magányosságod, a bujdosásod, az irigységed, az örömtelenséged. Jézus velünk van minden napon a világ végezetéig. Ebben a kegyelemben a fájdalmat, a magányt, a gyászt is másképp éli meg az ember, mert tudja, hogy valaki hordozza őt, mert tudja, hogy valaki előbb szeretett engem, mint ahogy én szerettem őt. Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ábel vére odafolyt a földre. Jézus Krisztus vére a Golgotán értünk folyt, hogy Isten újjá teremtsen bennünket. És megváltott emberként is, amikor tele vagyunk időnként indulattal, nehezteléssel, feszültséggel, olykor hitetlenkedéssel, csalódással, akkor is ki tudjuk mondani. Itt van szívem, Uram, neked adom. Te formálj újra és újra. Tiszta szívet teremts bennem, Úristen, és az erős lelket. Újítsd meg bennem.
Amen. Drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük a Te elkészített áldozatodat, amellyel magadhoz vonod a hozzád menekülőket. Köszönjük neked, hogy a Te véred kegyelemért kiáltott az égre az Atyához. És tudjuk, Urunk, hogy ma is minden megtérő bűnös ember, aki hozzád fordul, az átéli és megtapasztalja, hogy örök életet és bűnbocsánatot adsz neki. Akik ezt már megtapasztaltuk, valóban hagy tudjunk megújulni minden nap így Te benned. És azok a testvéreink, akik talán még most indulnak el így ezen az úton, hogy talán érdeklődnek a kereszténység iránt, valahogy elkezd munkálkodni bennük, hogy Te eljöttél erre a világra. Egy napon, drága Úr Jézus, ők is hagy tapasztalják meg, hogy a Te véred megtisztít bennünket minden bűntől. Bocsáss meg, amikor sokszor mi is szeretetlenek, önzőek, irigyek voltunk a másikra, és nem tudtunk örülni a másik örömének, és ott volt a szívünkben a neheztelés, vagy ott volt a kár öröm. Urunk, kérünk, hogy tisztíts meg a mi szívünket, szabadíts meg a mi gondolatainkat, elménket, hogy valóban érezhessük azt, hogy nekünk arra van szükségünk, hogy Te tarts bennünket a Te kezedben. Hadd hozzuk így eléd életünket, Urunk, szeretteink, családtagjaink, gyülekezetünk, városunk életét. Te látod, hogy most mi van bennünk, körülöttünk. Kérünk, hogy a Te kibeszéletetlen békességedet ad nekünk, Urunk. Kérünk, hogy vezess bennünket továbbra is a Te utadon. Legyél oltalmazónk, vigasztalónk és pártfogunk. És add, drága Úr Jézus, hogy soha ne felejtsük el azt az áldozatot, amit Te tettél értünk. Hogy valóban tudjuk, Te tiszta szívet akarsz teremteni bennünk, és az erős lelket meg akarod újítani az életünkben. Cseleked hát ezt megkérünk a Te nagy irgalmasságodért. Amen. Köszönjük neked, drága Úr Jézus, hogy meghallgattad csendben elmondott imáinkat is. A Te nevedben kérünk, aki így tanítottál bennünket imádkozni. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevedet, jöjjön el a Te országod, légyen meg a Te akaratod, amint a mennyekben, ami minden, ami kegyelünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Áldásvétele előtt a 466. dicséretünk mindegyik versét, mind a négy versét énekeljük. A 466. énekünk első verse így kezdődik, rád tekint már hitem, megváltó Istenem. Thank you.
új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, amiképpen én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Amen. Áldás, békesség, szép vasárnapot kívánunk!